Továbbra sem csillapodnak a kedélyek az Európai Parlamentben, ahol tegnap este a jogállamisági feltételrendszerről vitáztak a képviselők. A szocialista és liberális politikusok nem hajlandóak elfogadni azt a költségvetési javaslatot, amelyből végül kikerült a jogállamisági feltétel és a forrás megvonás. Dajs Tamás, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője a vitában azt mondta, hogy teljességgel elfogadhatatlan az a sértegetés, fenyegetés és politikai zsarolás, amelyet Magyarországnak el kell szenvednie. Végre van javaslat a jogállamisági feltételekre, de ez nekünk nem elégséges. Erről beszélte a szocialista frakció vezetője hétfőn este az Európai Parlamentben, ahol a jogállamisági feltételrendszerről vitáztak. Iratxe García Pérez úgy fogalmazott, nem csak a korrupció ellen kell harcolni, a jogállamiság ennél jóval több. A tervezetben eredetileg szereplő kitétel szerint a Brüsszel elbírálása alapján uniós alapelveket sértő tagállamok esetében felfüggesztenék a támogatásokat. A javaslat ellen számos tagország, köztük Magyarország is szót emelt, mondván, hogy az uniós joggal ellentétes lenne gazdasági döntéseket politikai fogalmakhoz rendelni. A német elnökség által benyújtott javaslatból végül kikerült a szigorú jogállamisági feltétel és a forrás megvonás is. Ez azonban a baloldali és liberális képviselők szerint elfogadhatatlan. Szeretném világossá tenni képviselőtársaimmal együtt, hogy a javaslatra nem fogunk csak úgy rábólintani. Orbán túl messzire ment, és most tovább folytatja. Meg kell tanulnia a leckét, mert csak játszik velünk, mondta felszólalásában Moritz Körner, német liberális képviselő. Magyar vagyok, a hazámért és a szabadságért küzdöttem a kommunista diktatúrával szemben. Így kezdte felszólalását a Fidesz európai parlamenti képviselője. Deutsch Tamás úgy fogalmazott, annak az országnak az állampolgára, amelyik országot a jogállamiság dicsőségére betegnek minősítette, Vera Jurova biztos. Ahhoz a közösséghez, a magyarok közösségéhez tartozom, amelyikről a liberális Jurova a jogállamiság iránti mély elkötelezettségtől vezettetve azt mondta, hogy a magyarok nagy része nem tud saját véleményt alkotni. És a hazámat a napokban a jogállamiság nevében azzal fenyegette meg az EP német szocialista alelnöke, Barley képviselőnő, hogy pénzügyileg ki kell éheztetni. Sértegetés, fenyegetés, politikai zsarolás, hatalmi arrogancia. Ez teljességgel elfogadhatatlan. A problémát én abban látom, hogy hivatkozási alapot képezhet. A több éves pénzügyi tervről és a helyreállítási alapról szóló uniós vitákban hivatkozási alapot képezhet a jogállamisági jelentés, hogy egyes tagállamokat sarokba szorítsanak. Erről beszélt az Alapjogokért Központ projektvezetője az M1-en. Kovács Attila úgy fogalmazott, biztos abban, hogy ez többször vissza fog térni a következő hónapokban. Ez ugye jól mutat. Adta gyakorlatilag a múlt héten már az, hogy az Európai Parlament német szociáldemokrata alelnöke Lengyelország és Magyarország pénzügyi kiéheztetéséről beszélt, erre a jelentése hivatkozva. Tehát bekerült egyfajta körforgásba, egyfajta politikai kommunikációs mederbe ez a kérdés, és azt se felejtsük el, hogy ez az első jelentés, ugye, amit az Európai Bizottság letett, ebből minden évben gyakorlatot vagy rendszert szeretne csinálni a bizottság, ez semmiféleképpen nem szolgálja a tagállamok érdekét. A szakértő szerint jelenleg is rendelkezésre állnak azok az eszközök az Európai Unióban, amelyek segítségével bármilyen a tagállamokban felmerülő jogállamisági problémát ki lehet vizsgálni.